Mas aí de Acolimpia assim vem ainda de um testemunho. És egy udvariatlan nyúszi, hátat folyik nekem. Hogy nyilván az a csapat lesz a legeredményesebb, amelynek a tényleg is tudod a legkisebb helyezés gondolkodó el. Tehát a tényleg jelentőség a lehet, amely 50. vagy 52. vagy 60. helyezésnek a végéhez szállásnál. Nem mindegy, de hát a nevezőben milyen helyen végez a versenyző. Nyilván nagyon fontos, hogy győztes személyet, nagyon fontos, hogy a csapat jelenleg is. És egy négyfősapatban áll, igen, Tibor, tényleg óriási lehetőséged van, rajtad múlni csak, hogy meg tud csinálni. Menni, menni, pici! Menni, menni, jönni csak végig! Nem bírja, de még van egy elég is a fejeimben a és ez a rajthely megegyezik a harmadik kortoportos Leán rajtjával. Azért is érdekes, hogy ennek a futamnak az eredményei már nála a nap, nem sokára bemondom, hogy kiket várni az eredményeket és egy. Tehát körülbelül egy másodperc múlva a rajt. Én elmondom addig, hogy kiket várunk. A csapat első eredmény hirdetéséhez kérem szépen a Töskeni Kuránkodó Kölyüstől a csapatát, a Zerkelési Arany János Ártán Kölyüstől a csapatát, és a Tüskeni
és szerintem vagy rajtól, vagy nem rajtól, de nem rajtól. A negyedik volt csoportos 4000 méteres futam. Ez lesz az első olyan futam, amelyik a rajt után, ami most már látszik itt, hogy megtörtént, és igen nagyon ezért, és érnek oda a szűzítőhöz, talán ez a legizgalmasabb része, a hajrán kívül a versenynek, hogy ki vagyunk helyezkedni az elején, tehát ők még két kör fognak futni, és az ötödik csoportos, az a fiú megint, hogy majd még két kör futni. Tehát most haladnak el rajt után a negyedik korcsoportos fiú mezőny résztvevői. Tehát még két körük van hátra. Még egyszer kérnék szépen, hogy a harmadik korcsoportos leány eredmény üzemésnél hivatalulók itt a Bács-Kiskun megyei zászló mellett, a dobogó mellett gyülekezzenek eredmény üzemésre. Az első körnél jár a negyedik korcsoportos fiú mezőny. Igaz, hogy még van egy körünk, de már eléggé szétrázódott a mezőny, egy ötös élból vezeti a versenyt, majd a második körbe előzött, hogy ki a legényebb által. Tehát itt még jelen pillanatban semmi nem dőlt el igazán. Ünnepélyes eredményérdetés következik a harmadik korcsoportos leány versenyszámban. A Magyar Köztársaság 1995-96. Évi mezei futó diákolimpiai bajnoka, a harmadik korcsoportos leány. Ő korosztályban Erdély Eszter, a Gödöllői Református Líceum tanulója. A győztesnek a díjakat Fekete László, Bács-Kiskun megye sportigazgatója adja át. Második helyezett Kocsis Judit, a budapesti 14. kerületi József Attila Általános Iskola tanulója. És harmadik helyen Barzó Viktória, a Miskolci Matura Gimnázium tanulója Vilkex. További sorrend az egyéni versenyben. Negyedik helyen Komárom Zsanett, a Kecskemét második főiskolából. Ötödik helyen Pat Krisztina, a Herberi Zsarany János Általános Iskolából. És hatodik helyen Bányi Sandrea, a Kiopati Kőszínű Általános Iskola tanulója végén. A különböző tartja a Mesztés Lucia adját a helyezetteknek. Kananet Zsör. Harmadik helyen a Kiskunhasznázi Általános Iskola csapata végzett 169 helyezési pontszámmal. A csapat tagjai Farkas Andrea, Csiszél Mónika, Gyögölyös Ildikó, Ember Amália és Mózes Bernadett.
felkészítő testnevelő Balog László. A további sorrend, negyedik helyen a Tóvárosi Általános Iskola végzett Székesfehérvárról 237 helyezési ponttal, ötödik helyen a Törökszent Miklósi Kölcsei Általános Iskola 244 helyezési pontszámmal, míg hatodik helyen a Ponyhári 2-es száma Általános Iskola 250 helyezési ponttal. A szabadlás minden győztek Kecskemény Rendszerűségtől az első, amelyik meg tudta védeni a tavalyi bajnoki címét. Kettőt futból teljesen teljesen mellett futott a végigatárot, és jelen pillanatban sikerült elkötni a versenyben vezető futónak a pánszától. Remélem nem tévedek nagyot, Budapestről Gyurcsány Ferenc vezeti ezt a versenyt. Jó van, Felkó! Nagyon szép! És időközben halad a negyedik korszakortos fiúmezőn közepe, vagy gyereka a cél felé. A következő futószám, ami a mai napon az utolsó előtti indítást jelenti, az ötödik korszakortos leány 2012. További sorrend, negyedik helyen a Tatabányai Herman Oktatási Iskola 223 helyezési ponttal, ötödik helyen a Közép-gyarmati Kossuth-Lajos Általános Iskola 229 helyezési ponttal, míg hatodik helyen a Pécsi Társi Csapata végzett 232 helyezési pontszámmal. Különkezzen Tóth Lívia, Erdős Zsuzsanna és Szeveli Petra, valamint a Veszprémi Vetési, a Székesfehérvári Tóparti Gimnázium és a Győri Bercsényi Gimnázium csapatai. Győri Bercsényi Gimnázium csapatát kérném szépen változatlan rendülettel elővényezetéshez. A negyedik korcsoportos leányoknál, tehát Győri Bercsényi csapatát várjuk, hogy el tudjuk kezdeni a negyedik korcsoportos leány eredményhirdetést, kérjük ide a dobogó mellé, hogy gyülekezzenek. Dr. Török Otto urat is kérném szépen a díjátadáshoz. Most futnak el.
eredményeként következik. A negyedik oldalokat lejárt versenyben a Magyar Köztársaság 1995-96-ban a negyedik voltam volt a leány, a negyedik után van Tóth Ilja, a Veszprémi Vetészi Gimnázium tanulója. A díjakat Dr. Török Otto úr, a Magyar Olimpiai Bizottság igazgatta, 120 helyezési pontszámmal végzett, 5. helyen a Zalosztányi Lengyel János Gimnázium 169 helyezési ponttal, még 6. helyen a Szegedi Széchenyi István Gimnázium végzett 200 helyezési pontszámmal. Az eredményhirdetés végén információ, hogy az 5. korcsoportos fiú mezőn megtette első körét, és egy 4-es élboly vezeti a verseny, még egy köre lesz majd a céltól ennek a mezőnynek. Ugyancsak információként, hogy a második korcsoportos fiú gyengőkönyvnek is átvehetően az ígyiosztó asztalnál, tehát a kollégáknak is egy érdekel, hogy most elvihetik. Kérjük a versenyezőt a mikrofonhoz, hogy jelentkezzen a versenyzőrösség elnökénél. Tehát kérjük szépen a versenyezőt, hogy sürgősen jelentkezzen a versenyzőrösség elnökénél itt a mikrofonnál. Figyelmet kérnék, amíg a doktorulat doktor János és Gábor keresné, az 5. korcsoportos leány 5. helyezettjét, aki befutott, kérjük jelentkezzen és adja le a befutó cédulláját, mert nem, pedig ilyen nem sikerült, tehát ez nem történt meg. Tehát azt a leányzót, aki 5. helyen végzett az 5. korcsoportos leány utalban, kérjük, hogy a versenybíróságot adja le a beérkező cédulláját. És időközben az 5. korcsoportos fiú mezőn is a végéhez közeledik, tehát a versenyben vezető futó igen nagy előnnyel úgy tűnik. Most ér a pallókon, tehát a kis lejtőhöz, tehát körülbelül 150-200 méterre van a térig. Úgy tűnik a második körbe sikerült szétrázni a mezőn. És közben, amíg ők befutnak, én mondanám a negyedik korcsoportos fiúk közül kiket várunk az eredményhirdetéshez. Hát kérem szépen, orvosunk van a sérülés közben eltűnt. Kérjük szépen, hogyha a sérülés valóban olyan komoly a doktori ritmán, amikor még már ide jött a nagyon gyorsan a tudós, tehát kérjük szépen a sérülés hozzátartozóját, hogy a doktorat figyel a tepathoz.
és ez a vonalán negyedik osztoportok eredményében jönhetett Kikefárunk a fiú mezőnyből, Békészi Ferencet, Budapest Petőfi Gimnázium, Kömüres Norbertet, a Kéti Kereskedelmi Szakközépiskolából, Kiskor Olandot, a Kiskonlaki II. Rászlóki Ferenc Szakközépiskolából. A csapatverseny eredmény hirdetéséhez kérjük a Debreceni Csoba egyénnek. Gyertek! Majd! Tehát kérjük a csapatverseny eredmény hirdetéséhez, hogy gyülekezzen a Debreceni Csokonai, a Paksi Vargottyán Gimnázium és a Kecskeméti Bóly János Gimnázium csapata. Közelebb jöjjenek, jó? Tehát egész ide a zászló mellé, hogy megvannak é. Kérjük a felkészítő testnevelőket is majd, hogy jöjjenek ide. Eredményhirdetés következik a negyedik korcsoportos fiú mezői futásban. A Magyar Köztársaság 1995-96. Tanévi diákolimpiai bajnoka a negyedik korcsoportos fiú mezői futásban Békési Ferenc, a budapesti Petőfi Sándor Gimnázium tanulója. A díjakat Kalamb Istvánné, Bács-Kiskun megyei diáksporttanács elnöke adja át. Második helyezett Kőműves Norbert, a Pécsi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tanulója. Harmadik helyezett Kis Roland, a Kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc mezőgazdasági szakközépiskola tanulója. További sorrend, negyedik helyezett Németh Máté, a Szekszárdi első Béla Gimnázium versenyzője, 5. Osik Gábor, a Székesfehérvári Vörös Marti szakközépiskolából, míg 6. helyen Nagy István, a gyulai 613-as számú szakmunkásképző tanulója végzett. Ha